sportosat. Híradónk vendégei Balogh Vilmos, a BSE birkózó szakosztály igazgatója, valamint Toma Mihály, szakosztály vezetőségi tag. Szervusztok, üdvözöllek benneteket. Túl vagytok ugye most frissiben egy U23-as Európa bajnokságon. Világban. Világbajnokságon. Illetve egy veterán világbajnokságon is túl vagytok. Kivel kezdjük? Veteránokkal, fiatalokkal? Kezdjük idősebbeké a fiatalokkal. Idősebbeké? Még 7-8-9-10 érmet szereztetek? 9 érmet szereztetek. 9-et, ugye? 9. Igen, egy első, egy második, és 7 bronz. Ez elégedett vagy hét ezzel, bronz. Mint csapat? Persze. Te voltál a csapat? Hát egyik edzője volt. Egyik edzője. Igen. A Dajka Zsolt az indult, ő is edző, de, és meg is nyerte. Úgyhogy egy fiatal fiú, még ő 37 éves, tehát tavaly indult először, és akkor is nyert, és most is tudott nyerni. Meglepődtem, ugye mondta, hogy birkózás, veterán világbajnokság, és nézem, mennyi birkózó kiment, csak hogy újra birkózhasson. Igen. Nem tudják, a bajna birkózást? Az, aki már egyszer elkezdte, az nem tudja a bajni? Hát, tehát jó barátságok vannak, és akkor így összefognak a dunai városiak is, a különböző Kecskemétről például, és itt az van, hogy kötődnek egyik a másikához. Ez 21-25 ember kiment birkózni. Igen. És a veteránokról beszélni, akiknek már megvan a saját család életük, stb. Igen. És mellette csinálják, nem tudják abba hagyni. Ez több, bocsánat, hogy beleszólok, ez több generáció. Most 60 éves korig lehet világversenyen, világbajnokságot rendeznek minden évben, és lehet versenyszerűen indulni. És természetesen nagy orvosi felügyelet mellett, de hát több generáció és több szakosztály az országban, ugye közel 100 szakosztály van, 100 birkózó klub van, és a 100 éves magyar birkózás visszatekintve egyik legnagyobb civil szervezet a veterán, hiszen ezek a klubban szakosztályvezetők, edzők, és hát még mindig bennük van a motiváció és a birkózás szeretet. Hogy megküzdjenek is. Hogy megküzdjenek. Nem félnek a vereségtől. És hát nagy példa is, hát ahogy a Misi is, nagy példa a fiatalok számára, hogy még mindig szőnyegre állnak. Én akkor még 70 éves korig lehetett indulni, és én 65 éves koromban indultam, 67 éves koromban. Igen. A Willivel találkoztam, aztán visszajöttem a birkózásba, 30 évet nem voltam a birkózósportban. Ezért kell, azt mondtam az előbb is, hogy a baráti kapcsolatok. És igen, akkor visszajöttem, és 67 évesen, 2015-ben elindultam, úgy, mint most a Dajka Zsolt is, és két ezüstérmet hoztam, akkor én szerepeltem a legjobban. De hát ezt ugye 35 éves kortól már lehet. Igen. Én még a 35 éves koromban még az első csapatnál birkoztam. Igen, de hát abban volt még egy kuriózum a Misiné, hogy most is volt egy ilyen versenyző, aki a régi birkózó érában is nagyon jó birkózó volt, de a Misi ismételte önmagát, amikor még igazi felnőtt versenyeken indult, világversenyeken, tehát olimpikon is volt, hogy kötött szabadba tudott indulni világversenyen. Most egy ilyen versenyzőnk volt, Lakatos Győző, aki két bronzérmet szerzett, több mint 10 érme van a világversenyekről, és hát edző is Diós Győrbe, és hát Dajka Zsolt is edző Kecskeméten, és hát a gyerekek példaképe és báványa, és hát remekül birkoznak hozzá kettéve, nagyon jó felkészültek, és egy héttel rá a verseny végén volt egy összejövetelünk, egy vacsoránk, hiszen ez a bajtársiasság abban is kifejeződik, hogy nagyon megbecsüljük egymást, megtiszteljük egymást, és igazából mindenkit értékelünk, és volt egy vacsoránk, ahol mindenki
részt vett, így van, és egy fantasztikus közösség ez a birkózó veterán közösség, és azt gondolom, hogy szíve lelke a magyar birkózásnak, és hát a jövő időkben is mindig lehet számítani rá, tehát én azt hiszem jövőre Görögországban lesz, ott is egy nagyon komoly csapat létszám fog indulni, és utána Magyarországon lesz a világbajnokság. Igen. És megkapni. Magyar Birkószövetség fogja rendezni. És akkor ott debütálnak ezek a fiúk. Akkor elégedett vagy akkor, mint igen, edző, igen. Az öreg fiúkkal. Igen, és nagyon kellemesen csalódtam a Dajka Zsoltba, hogy szuper edző, tehát gondolkodó, és technikákat kitalál a lenti munkáknál is, állásból is. Én is ugyanilyen típus voltam, és én értékelem az ő hozzáállását, és jól is birkozott, és megmutatja, mint ahogy én is annak idején megmutattam a versenyzőknek, hogy amit tanítok, azt meg lehet csinálni. Tehát hiteles az edző. Az egészséged? Az hogy van egyébként? Jó, jó vagyok, köszönöm jó. szépen. Látom, mankó nélkül közlekedsz most igen, már. Igen, hát megműtötték a csípőmet. Azért kérdezem, de... persze, igen, hát igen, ez igen. Nem babra megy. Igen, de hál' Istennek jó helyre vagyok. Jött? Igen, igen, igen. Sportmód megint, igen, ugye? Igen, előjött. Akarat erő. Igen. Hát majd remélem, hogy a Honvédba lemegyek és tanítom majd a fogásokat. Még mindig le akarsz menni a szőnyegre? Mindig. Nem akarod lebeszélni róla? A Covid nem lehet. A COVID, nem. Nem. Hát szerintem örülni kell. Amíg él addig, szőnyegre lép, mozog. Igen. Mozog. Igen. Nem, hát amit tud az ember, ezt meg kell tanítani, adni. Át kell adni. Igen. Ilyenek vagyunk. Mint te a lósportot, mi meg a birkózást. U23-as világbajnokság. Három érem kötött fogásban, abból kettőt a honvédosok szereztek, egy arany meg egy bronzérem, ugye? Így van. A mindig szigorú Balogh Vilmos most elégedett ezzel az eredménnyel, vagy több volt ebben a csoportban? Természetesen az elején vagyunk csak szigorúak, de a végén mindig be kell látnunk, hogy a gyerekek tudják hozni a formájukat, és aki aznap a legjobb formájában van, az nyeri azért a fényesebb érmeket, de azért örvendetes ez a két érem, hiszen mind a kettő olimpiai súlyban született. Tehát 87 kiló volt Takács István, és egy ragyogó birkózással lepett meg bennünket, és hát az apjával, Takács Ferenccel készült régóta, ugye ő juniorban is világbajnok, és Európa bajnok. Ő volt a válogatottnak is, a 23-as válogatottnak is. Egyik edzője, és a másik honvédos birkózónk, Lőrinc Viktor is a másik edzője. Úgyhogy, de most Módos Péter, hozzákettenünk Módos Péter is a szövetségkapitány, és kiment erre versenyre, ez is látszott, hogy milyen fontos a felnőtt válogatott részére is az U23-as világbajnokság. Egyébként az ő édesapja volt kint a veterán világbajnokságon? Nem. Nem? Nem. Nem. Nem birkózik. Nem birkózik. Nem indul. Kellene, meg kéne mutatni a fiának. Birkózik ő eleget, igen. Tanít a TFN is, és hát kötött és a U23-as válogatottban is le vannak foglalva, le vannak terhelve, hiszen egy új generáció, új csapat jött a Lőrinc testvérek után, és ugye ebben az évben azért is örvendetes, nem csak az U23, hanem a U23-as Európa-bajnokságon is csodálatos érmeket szereztünk, hiszen ott két aranyérem született, és mindjárt átérnek Vitek Dáriuszra, aki ugyancsak király kategóriában, nehéz súlyban, 130 kilóban harmadik lett, és azt a török versenyzőt, akit ő most kikapott a döntőbe jutásért, megverte az Európa-bajnokságon. Igaz, hogy nem volt ennyi akció, mint most, de én azt gondolom, hogy ő négy világversenyen vett részt ebben az évben, tehát azért jó ki lett használva, mint versenyző, mint birkózó, legalább. Így van, és abból hármat érmet szerzett, ebből a felnőtt Európa bajnoki bronzérem is benne van, és Európa bajnoki arany, és egy világbajnoki a harmadik helyezés. Én azt gondolom, hogy a Honvéd, mert a U23 előszobája
a felnőtt világversenyeknek, a felnőtt kategóriának. Nagyon jó teljesített, és ezen kívül két lánybirkózónk is, hölgybirkózónk, Szekér Simonetta és Bognár Erika is indult ezen a világbajnokságon, és hát ők is egy minimális, Szekér Simonetta egy 3-3-as pontozással kapott ki, és egy ponttal kapott ki a Bognár Erika, tehát sokkal több van bennük, mint ahogy most ezt a év vége fele ezt a formát hozták, hiszen Szekér Simonetta ezüstérmet szerzett az Európa-bajnokságon az év elején, 23-as Európa-bajnokságon, tehát 4 fővel indult a Honvéd ezen az 23-as világbajnokságon, ami természetesen elégedettséget ad a szakosztályunknak, hiszen ebben a korosztályban is vannak világversenyzőink, és természetesen a 87 kg-ban Takács István, mivel most debutált, mint 23-as világbajnok, nagy sansza lesz arra, hogy a 87 kg-ban felnőtt válogatott akartam is legyen. Akartam kérdezni, mi lesz akkor itt most akkor? Itt nagy harc lesz a felnőtt válogatottságért, hiszen jövőre kvalifikációs világbajnokság, és neki lehet jutni az olimpiára, és itthon van 3-4 olyan versenyzőnk. Soroljuk és ebből a neveket? Kettő soroljuk honvédus. A neveket? Sorolhatjuk a neveket, tehát Takács Istók, Lévai Tomi, és SMTK-s Losonci, Dávid, és a harmadik pedig a Csepeli BC-ből, majd mindjárt itt a nevünk, de hogy mondjam, mindenki világversenyen volt már érmes. Önmagában már akkor gondba lesztek a Takács-Lévai párharc. Hát szerintem a válogató versenyek azok a mostani szakvezetéssel egyeztetve, meg így a tervezetet nézve, vagy áttekintve, majd a nemzetközi versenyeken fog eldőlni, hiszen ott is összekerülhetnek a két honvédos is, meg a magyarok, de igazából itt az a lényeg, ezeken a nagy nemzetközi versenyeken, felmérő versenyeken ki tud minél több skalpot szerezni a többi akkor országban. 87 kilóban erősek leszünk az olimpián. Igen. Ez azt jelenti, ugye? Igen. Mert aki kijut oda Magyarországról, annak éremesélyes. Az éremesélyes, így van? Igen. Mert nem akárkiket kell itthon is már. Igen. Köme Szívásia. Szívásia. Hát igen, mindenki vár most a nagy ugrásra. De az is szembetűnő, hogy két olimpiai súlyban, az tehát 87 kilóban és 77 kilóban voltunk az olimpián eredményesek, és hát ebben a két súlyban tűntek ki, nevelődtek ki olyan versenyzők, akiket az előbb felsoroltunk, és ez sem véletlen, tehát Lőrinc Viktor után van 4 olyan versenyzőnk, akik a Magyarországnak a magyar színeket képviselme, most nemzetközi szintűek, de hát látjuk, hogy utánpótlásban meg a világ legjobbjai, beleértve ebben Lévai Tomit is. Visszatérve a 77 kilóról, ahol a honvédos Lőrinc Tomi nyerte az olimpiát, ott meg kinevelődött mögötte egy Lévai Zoltán, és akkor örömmel mondhatom el, hogy lesz még egy világverseny ebben az évben, Azerbajdzsánban. A világbajnokság az első 5 helyezett, ha jól emlékszem, ezt pontosan nem tudom, de törökök benne vannak, kirgizek, irániak, egy csapatversenyt rendeznek az év végén, az UVV, Azerbajdzsánba, és az első 5 helyezett a világbajnokságon csapatba vesz részt, és az UVV világválogatottja, és abba meghívást kapott 77 kilóban Lévai Zoltán, tehát világválogatott, mint valamikor futballban Töröcsik András, a Honvédnak is van egy virkozó
világ válogatottja 77 kilóba. Jó, mondjál valamit. Akkor volt a D-tár is, ne felejtsük el. Így van, nem felejtsük el. Nem is felejti el a Magyarország, meg a futballrajongók, meg mi is. Meg mi is. Fantasztikus sportolók voltak, de hát birkózásban is ezt értékelni kell, hiszen Misi, mondjál valamit, a Lévai Zoli, tehát itt a világbajnokság, ugye pár héttel, egy hónappal a világbajnokság után ugye döntőbe került, és ott egy olyan versenyzőtől kapott ki, akit előtte 8-0-ra vert meg, és azt gondoljuk, hogy jogosan hívták meg, és egy ragyogó birkózással tehát 6 mérkőzés vívott, egy nap 5 mérkőzés vívott, abban 3 világbajnokot győzött le az elő döntőkben és a selejtező mérkőzésekben Lévai Zoltán, tehát szinte visszatért és berobbant az élmezőnyben, és hát jogos és örvendetes, hogy meghívták a világválogatottba. Éppen beszéltünk a sorsolás, mikor már megkaptuk, és mondtad, hogy rettenetes sorsolása van. Ez horror volt. És igen, hát 3 világbajnokot meg kell verni ahhoz, hogy bejusson a döntőbe, és csodálatosan birkózott. Megoldotta. Igen. Megoldotta. De ezt vinni kell tovább, ezt a formát. Vinni is fogja, ugye? Igen, természetesen, hiszen azt gondoljuk, hogyha egyszer már hozta ezt a formát, és ez a világbajnokság, ez, hogyha ennyi mérkőzésen keresztül ment, és ennyi nagy világversenyzőt meg tudod verni, akkor ez sem egyszeri dolog, biztos, hogy hozza magát, főleg, ha ismerve az apukájukat, az idősebb Lévai Zoltán, azért ők azért majd fölteszik az íra a pontot, hiszen biztos, hogy a legnagyobb versenyükre készülnek a lévai gyerekek, hiszen jövőre kvalifikációs VB, és utána olimpia. Hallottam, amikor mondták, hogy mindegyiknek olimpia, vagy világbajnoknak kell lenni minimum, de az olimpiai bajnokságék azokat szeret. Igen, igen. Úgyhogy az apjuk is, édesapjuk is nagyon rajta van, de hát ők is. A legkisebb is annyi olyan önbizalommal van. És ugye a birkózásban is kell önbizalom, fociba is kell önbizalom. Deák Bárdos Mihály után igazából csak keressük önmagunkat a nagy királysúlyban. Most akkor lehet, hogy megvan a Deák Bárdos Misi utódja? Hát Lán Bálint is honvédos volt, és nagyon bíztunk benne, de aztán itt az olimpia előtt sajnos nem úgy sikerültek neki a dolgai, ahogy kellettek volna. Ő azért súlyban, magasságra, tehát alkati kérdésben is ott volt ezen a szinten. Mi azt gondoljuk itt a szakosztályban, hogy a Dariusnak most olyan 120 kiló a súlya, de hát ő pár évvel ezelőtt, nem árulok el titkot, 87 kilóba birkózott, és azért ez megint egy akkora teljesítmény a esztergomi honvéd birkózó centrumnak az egyik ilyen komoly birkózója, és idősebb Lévai Zoltánnak, hogy meglátta ezt a rést, ezt a lehetőséget a 130 kilóba, és most már 110 kiló a Darius, de ő neki fantasztikus feje van, úgymond a birkózáshoz, és a versenyzéssel kitűnő, hogyha ő neki ezek a fizikai meg alkati adottságai meglesznek, akkor ő világversenyeken érmes tud gyorsabb lenni. Egyébként? Pont abból, hát, hogy ő nem az így, a igazi van, nagy... gyorsabb, meg az észjárása is gyorsabb. Aha. Itt annyi, hogyha a súlya főn, hogy tudjon úgy kivédeni pörgetés mindent, tehát a nagy súlyok ellen, vagy ne tudják kitolni. Tehát itt most az a lényeg, hogy fizikálisan és alkatilag hogy tud ő főfejlődni. Uh-huh. És természetesen van egy honvédos birkózunk, még most 17 éves, a Püspök Ladányi birkózónk, onnan jött föl, és igazából ő is ebben a súlyba, nehéz súlyba, most Európa bajnok és világbajnoki U17-ben ezüstérmes. Hát jó, ő a jövő. Ő a jövő.
Tehát van két segítik egymást, így van. Az, az nem baj, ilyen nem. Szempontból az nem, nem baj, így nem. Van, hogyha van egy segítők. Így van. Zárásként lányokról lehet beszélni? Természetesen. Mondtad, hogy éppen, hogy kikaptak, tehát ez lehetett volna másképp is, ugye? Hogy állunk? Hogy vagy megelégedve a női birkózásait a Honvédnál? Hát a női birkózást nagyon elkezdtük fölkarolni és fejleszteni, hiszen 4-5 éve kezdtünk el az utánpótlással foglalkozni, és Serdülőtől a 23-ig felnőtt birkózónk évjáratban még nincs, de a két 23-as lányunk felnőtt Európa-bajnokságon indult. És, na, és hogy látod a fejlődéseket? És közel 30 lányunk van, és erősítettünk Kárpátaljáról, Ukrajnába hoztunk egy komoly edzőt, és hát mindenképpen megcélozzuk a következő olimpiát, és az idei, tehát a mostani olimpiáról sem, meg a világkvalifikációs világbajnokságról sem mondtunk még le, de mi úgy gondoljuk, hogy a következő olimpiára érnek be ezek a lányok, de fantasztikus sebességgel megyünk a nemzetközi érmezény után, de még felnőttben azért még ezek fiatalok. Egyébként a fiúkra is érvényes ez a kérdés. Az U23-as versenyzők és a felnőtt versenyzők között mekkora a szakadék? Hát azért van különbség, hiszen itt U23-as 23 évesekről van szó, de ott a 25-26-27 éves generációban vannak nagyon jó birkózók, tehát azokat nagyon nehéz még legyőzni a 23-asoknak, tehát nekik is kell lenni egy-két év még. Te időben hogy... sí volt, Misi? Hát igen. Egy 23-esnek egy 25 éves gondot jelentett? Hát ott a függ, hogy 25 éves. Igen, nem, ott, ahol van rivalizáció, ott nemzetközileg is jó eredményeket tudnak elérni, mint régen az én súlyomban volt a Ster Anti, és világbajnokságon volt második, és amikor én megvertem, akkor utána már azt mondtam, hogy nekem is ott kell lenni a világversenyen. Itt a lányoknál is úgy van, hogyha megvernek egy világbajnokságon elért, jó eredményeket elért esetleg, már érmet hozó versenyzőt, akkor jön az önbizalmuk, és ők is ott követelik azt, hogy nyerjenek. Úgyhogy ez nagyon jó mozgatórugó. Hogy de akkor nem árt, hogy türelmesnek lenne az két-három évet, meg kell várni velük kapcsolatban. Meg kell várni, az előbb említetted a fiúkat is, itt is még meg kell említeni Lévai Leventét, aztán Cucor Dominikot és az előbb említett nehézsúlyi Püspök Ladányi Vitézünket, Darabos Laciket. Ezek mind már a világversenyeken érmesek, ugye, ahogy a Misi mondja, Rutin. Ezek már az oroszlán körmöket elengedik ki, és majdnem minden birkózónk a felnőtt válogatottban most már részt vesz a felnőtteknél. Tehát így tudnak a legtöbbet fejlődni, hogy a 17 éves birkózóink már folyamatosan ott vannak a felnőtt birkózásban. Most a lányoknál is az van, hogy egy nagyon komoly összeszedett felkészülést kíván összerakni a szakvezetés, a magyar birkózás szakvezetése, hogy az olimpiára ki tudjon jutni egy női birkózó, és hát fölépüljön az a háttér 3-4-5 év alatt, amiből megint kijöhet egy olyan saját nevelésű magyar birkózó lány, akik egy-kettő, akikből majd olimpikon lehet. Zárásként lesz csapatbajnokság idén? Hát lesz ez a világkupa csapat. Az oké, de nem a hivatalosan a Magyar Birkózó Szövetség lemondta ezt a, megtárgyalt ezt a szakmai bizottság, és hát én így nem voltam ott a szakmai bizottsági ülésen, de azt gondolván, hogy készülünk egy ilyen nagy világversenyre, világkupára, most az alapozás, így van, Misi, az alapozás nagyon fontos lesz a felnőttek, meg a kötött fogás, a szabad fogás számára. Most már oda kéne koncentrálni, hiszen egy jó, hosszú
olyan alapozás, amelyik minden igényt kielégíti a felkészülésnek, és az adja meg jövőre, hiszen már ott februárban, márciusban versenyeznek a nemzetközi versenyen, és ott már formát kell hozni, ott már birkózni kell, tehát én azt gondolom, hogy jogosan koncentrálunk a jövő évi kvalifikációs VB-re. Időnk lejárt, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük. Akkor most jó pihenést akkor. Köszönjük. Jó, köszönjük szépen. További sportosat.